Köszönöm szépen! Hát van egy dal, ami a feleségemnek íródott 100%-ig. Én nem olyan sokat könnyeztem, nem tudtam, hogy merre, hol lehetsz. Tudom, milyen az igazi szerelem, mert úgy érzem rá, talán szívem. Csak úgy így! Velem még olyan jó, te vagy csak hozzám való, bármit érted, mit teszel. Visonyogtatok? Semmi, de semmi. Na majd meg fogom én tudni, és meg ki fogom posztolni a Facebookra, jó? Majd el fogom nektek árulni. No, hát van egy nóta, amelyik a helyi, mondjam azt, italkedvelő uraknak szól leginkább. Mert hát az a rendes iparos. És nem tudom, hogy a Károllyal mi a helyzet, a Tóth Károllyal. Károly! Gyere már légy szíves elrébe egy picikén. Gyere már, te. Hát te vagy a négy évszak kulturális egyesület elnöke, te vagy a szervező, te oldottad meg ezt az egész rendezvényt, egy tapsot még egyszer a Károlynak. Én nem tudom, melyik italt szereted? A bor. Magyar ember a bort szereti. Na jó, akkor ezt a dalt engedjétek meg, hogy Károlynak a születésnapja alkalmából elénekeljem. Fogadjuk szeretettel, Isten éltessen sokáig boldog születésnapot, és adjon a jó Isten még jó erőt, egészséget, hogy még sokáig szervezzen hasonló rendezvényeket. Énekítek velem együtt ezt a dalt? Igen. Baj, ha kimegyek oda közzétek? De akkor énekítek, jó? Jó, gyertek, engedjetek oda ki. Az a rendes iparos. Köszönöm szépen! Remélem, hogy jól Thank you.
közönség vagytok? No, az lenne a kérdésem hozzátok, hogy egy közös fotót csinálunk-e? Háromra, akinek tetszett a műsorom eddig, az a kezét emelje a magasba majd, és egy nagy sikítást, jó? Amilyen hangosan, háromra, amilyen hangosan fogtok sikítani, úgy látszik, hogy annyira nyert el tetszéseteket az én műsorom, jó? És folytatjuk tovább. Na figyelem, háromra! Egy, kettő, három! Hú, ilyen hangos még sehol nem volt szerintem. Ez volt a fő próba? Megyünk, csinálni még egyet, jó? Ez most élősbe fog menni. Jó, figyelem és folytatjuk tovább. Egy, kettő, három! No, hát ez nagyon jó volt. Van egy olyan dal, hogy erdő szélén sátorozva. Még én itt felmegyek a színpadra. Ne fa tetejéből a rigó fütyöl rájuk. Mert összeszedi a szénát zavót. Nem hallom? Mert a kertek alatt a dögölött tyúkot az apró családjának. Mert a kertek alatt a dögölött tyúkot az apró családjának. Na hát akkor jön az erdő szélén, fogadjátok sok szeretettel. Ez egy saját erdő szélén, de nagyon sokok kedvelik Magyarországon végét. A Sláger TV-ben is hallhattátok, láthattátok. Fogadjátok külön sok szeretettel. Egyébként igen, sokat találkoztunk fellépésemen, de az, aki nem volt még fellépéseimben és nem nézett a YouTube-on, tudjátok-e, hogy én ki vagyok? Mehet a dal, tehát tudjátok, hogy ki vagyok.
Egyenet, hogy jártok, hogy ki vagyok, a Mokinak, a Mokinak, a ránézek a összeszúrva. Na most együtt! Yeah.
Köszönöm szépen nektek! Jó egészséget, minden jót, jó szórakozást, és nagyon jó Isten, itt találkozunk valahol, valamikor, valamerre. Sziasztok! Ragyognak, ezért térek be a kocsmába.